Hazánkban 2009 óta már nem csak a repülés iránt rajongók számára számít ismert géptípusnak a Boeing gyár C-17-es Globemastere. A pápai bázis repülőtéren található három nagyhatótávolságú repülőgép alkotja a nehéz légiszállító ezred alapját. Az alakulat létrejötte és működése a mai napig egyedülálló, hiszen ez az egyetlen olyan katonai egység, amelyet 12 nemzet hozott létre és tart fenn vitathatatlan sikerrel. 10 NATO tagállam és 2 NATO békepartnerségi ország működtetik azt a stratégiai légiszállító képességet, amelynek gépjei és személyzetei 2016-ban elérték és meghaladták a levegőben töltött 20.000. Órát is. A tekintélyes repült óraszám 1600-nál is több sikeres szállítási feladatot, csaknem 100.000 utast és közel 60.000 tonna szállítmányt takar. A program eddig hihetetlenül sikeres volt, és én természetesen arra törekszem, hogy ez így folytatódjon a továbbiakban is. A 12 nemzet 2008-ban írta alá az egyetértési megállapodást, és egy éven belül 2009-ben már meg is kezdődtek a műveletek. Azóta pedig folyamatosan tesszük a dolgunkat, felhasználjuk a repülési órákat. A repülőgépeinknek kiemelkedően magas a kihasználtsági arányuk, és mindezt a nemzetek által erre a célra szánt költségvetés keretein belül folytatjuk. Mindezt persze a biztonságot szem előtt tartva. A még sikeresebb és költséghatékonyabb működés érdekében 3 éves tervezőmunkát követően 2015-ben megkezdődtek egy új hangárkomplexum építési munkálatai. A C-17-esek nagy javítására alkalmas hangár mellett a tervezet tartalmazott még ellátó, raktár és karbantartó épületeket is számos irodahelyiség kialakításával. A beruházás 9,5 milliárd forint értékű összegét a C-17-eseket üzemben tartó 12 nemzet adta össze az igénybe vett repült órákkal arányos mértékben. Az építkezés végig az előre eltervezett ütemben folyt, amelynek látványos részeredményeként már májusban átadták a komplexum épületeinek többségét. In general, a move. Általában minden költözés sok vérrel, verítékkel és néha könnyel jár együtt. Így természetesen nekünk is plusz munkát jelentett a régi létesítményből az újba költözés. A műveleteink szempontjából viszont úgy gondolom, és remélem, hogy ezt a nehéz légiszállító ezred is meg fogja erősíteni, hogy a költözés kihatása a műveletekre abszolút minimális volt. Az új létesítményekre való áttérés semmiféle hatással nem volt a küldetésekre. Teljesült a vágyam, mert nagyon jól végeztük a munkánkat, amivel sikerült elérnünk, hogy az egész folyamat semmibe sem befolyásolja a stratégiai légiszállító képesség nemzetei számára biztosított küldetéseink végrehajtását. Időközben a Pápa bázis repülőtér szakemberei nem csak újra birtokukba vehették a nehéz légiszállító ezred számára korábban felajánlott épületeket, de átvehették azt az új irányítótornyot is, amely elődjéhez képest nem csak korszerűbb rendszerekkel lett felvértezve, de 41 méteres magasságával jócskán le is körözi a korábbi 14 méteres tornyot. A hangár átadása pedig nagyon sok jót jelent nekünk. Jót jelent azért, mert amikor 2009-ben ideérkezett a program a 3 darab repülőgéppel, akkor ideérkezett körülbelül 300 külföldi család, és 300 olyan szakember, akivel többen lettünk a repülőtéren. Értelemszerűen a repülőtér irodai infrastruktúrájára nem volt felkészülve, ezért szükség elhelyezési körülmények között kezdték meg a munkát. Ez nem jelent feltétlenül rossz elhelyezési körülményeket, de nem erre a célra készült épületben dolgoztak. Most viszont ez a hangárkomplexum, illetve a hozzá kapcsolódó irodák már azt jelentik, hogy erre a célra kifejezetten azért tervezték a lehető legcélszerűbben együtt az egész komplexumot, hogy a lehető leghatékonyabban tudjanak a jövőben dolgozni. Ez a Pápa bázis repülőtér számára, a magyar állomány számára pedig azt jelenti, hogy visszakapunk nagyon sok olyan hasznos épületet, amit a saját céljainkra tudunk használni. A felszabaduló kapacitásra szükség is van, hiszen a bázis repülőtér számára az idei év is feladatokban gazdag volt, és várhatóan jövőre sem lesz másképp. 2017-ben tovább folytatódnak az infrastruktúrális felújítások. Következő fő ilyen projekt az a személy- és árukezelő terminál építése a repülőtéren. Ez szintén egy olyan feladat, ami nagyon nagy terhet ró ránk, hiszen a repülés biztonságról gondoskodni kell, ez az épület pedig közvetlenül a felszálló pálya mellett kerül felépítésre. És ismerve azokat a viszonyokat, amikor a SEC hangárkomplexum épült, közel 6000 embert kellett az építkezés miatt beengednünk. Itt is 2-3000 emberre számítunk, és a repülés biztonságát feltétlenül fenn kell tartani, illetve a repülőtér működését.
Az építkezési munkálatok idén novemberben befejeződtek. Az épületegyüttes korona ékszerét, a hangárt ünnepélyes keretek között adták át a nehéz légiszállító ezred szakemberei és repülőgépei számára. Ernest J. Herold, a NATO védelmi beruházásért felelős főtitkár helyettese hangsúlyozta, hogy a most átadott létesítmény kiemelt fontosságú a NATO országait érintő biztonsági fenyegetések kezelésében. Hozzátette, hogy a stratégiai légiszállítási képesség előre tervezetten 2038-ig biztosan Magyarországon, azon belül is a Pápai bázis repülőtéren fog működni. Az ünnepségen jelen volt dr. Orosz Zoltán altábornagy, a Honvéd vezérkar főnök helyettese, és dr. Firisz László, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára is. Az így rendelkezésre álló infrastruktúra egyedülállónak számít a világon. The hangar itself is what we like to call one of a kind. A hangár, ahogy mi mondani szoktuk, egyedülálló maga nemében. Ezen kívül nincs a világon olyan kifejezetten C-17-esek számára épült hangár, amely képes lenne mindazt nyújtani, amit ez a hangár nyújt számunkra. Lehetővé teszi a karbantartást az egész év során, az időjárási körülményektől függetlenül. Egyben járműmosóként is funkcionál, ahol lemoshatjuk a repülőgépeket és hajtóműveiket. Festésre is lehetőséget nyújt, valamint lehetővé teszi az üzemanyagtartályok karbantartását is, ami nagyon speciális tevékenység. Ez a négy funkció egyetlen létesítményen belül megtalálhatósága teszi a hangárt nagyon egyedülállóvá. A világ sok országában, még az Egyesült Államokban is, ezeket a tevékenységeket külön létesítményekben végzik egy adott légibázison belül. Mi viszont azért, hogy pénzt takarítsunk meg a stratégiai légiszállító képesség nemzetei számára, illetve az egységesebb működés érdekében, mindezeket a funkciókat egyetlen létesítményben helyeztük el. To save money of the nations and to try to consolidate as best we could, we worked all of those features into this one facility. The facilities are optimized for the things that we want to do with it. A létesítményeket azokra a tevékenységekre optimalizáltuk, amelyeket bennük végezni akarunk. Mindenki egymás közelében végzi a munkáját. Pénzügyi szempontból a legnagyobb előny az, hogy mostantól nem kell a repülőgépekkel évente legalább egyszer az Egyesült Államokba repülni, mivel a teljes körű ellenőrzés most már itt, Pápán is elvégezhető. Ez nagy mértékben javítja a program hatékonyságát, ami a nemzeteknek is előnyös. A nemzetek közötti együttműködés a kezdetektől fogva kiváló. A magyar katonák munkáját egyetemes elismerés övezi. Az együttműködés nagyszerű. Számomra az egyik legnagyobb élmény az, hogy ennek a szervezetnek a tagjaként együtt dolgozhatok 12 nemzet katonáival, köztük természetesen a magyarokkal, a befogadó nemzet katonáival is. Minden nap egyre jobban megy a közös munka, ahogy megtanulunk együtt dolgozni. Egy nagyszerű és egységes csapatot alkotunk, és mindannyian elhivatottan segítjük a 12 nemzetet, illetve a stratégiai légiszállítás képesség küldetését. Úgy gondolom, hogy a program magyar résztvevőivel nagyon jó az együttműködés. Nagyra értékeljük, hogy itt lehetünk Pápán, és szeretnénk hosszú távon is itt maradni. Csak dicsérni tudom az együttműködést. 12 nemzetre nem lehet azt mondani, hogy 12 különböző ember. Ez ahány nemzet, azon belül is annyi ember, ahány beosztásról beszélünk. Mindenki más elképzelésekkel, más előképzetekkel jött Magyarországra. Meggyőződésem az, hogy 2-3 hónap itt tartózkodás után a nagy többség élvezi a magyarországi létet. Beilleszkednek nem csak a katonai együttműködésbe, de a város életébe is folyamatosan.